konkrét fenyegetés Magyarországot is megemlítette üzenetében az iszlám állam. Tanársztrájk, Békéscsabán is tüntettek a pedagógusok és a diákok. Az évad utolsó bemutatója Szerelmes História a Jókai Színházban. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják, Varga Diana vagyok. Magyarországot is megfenyegette az iszlám állam. A terrorszervezet most először hazánkat is név szerint említette jövőbeli európai célpontjai között. A brüsszeli terrortámadások csak a kezdetét jelentik az iszlám állam európai hadjáratának, írja a Washington Times az Al-Wafa dzsihadista média szervezete által kiadott írások alapján, amelyben a terroristák az Egyesült Államok mellett más európai országokat is komolyan megfenyegettek. Az Al-Wafa cikke Magyarországra is kitér, részletezik, hogy egész Európa fenyegetés alatt áll, és nincsenek kivételek. Úgy fogalmaznak, ma Brüsszelre és a repterére sújtottak le, holnap akár Portugália vagy Magyarország is sorra kerülhet. Arra is figyelmeztetnek, hogy nem fognak válogatni, ha támadásra kerül sor. A brüsszeli és párizsi merényletekhez hasonlóan bombákkal, robbanőövekkel és fegyverekkel csapnak le a lakosságra. Mint írják, egy ember sincs biztonságban, minden katona, rendőr, férfi, nő, öreg és gyermek egyaránt célpontot jelent. A kormány komolyan veszi az iszlám állam Magyarországra vonatkozó fenyegetéséről szóló információt, közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György azt mondta, elemzik és értékelik az információkat, csak úgy, mint a belbiztonságot érintő összes fontos adatot. Nem az első eset, hogy Magyarország valamilyen nyomokba ezekbe a közleményekbe megjelent. Talán önök is visszaemlékeznek, hogy zászlónk már megjelent egy korábbi közleménynél. A magyar kormány ezt a információt is, csak úgy, mint a belbiztonságot érintő valamennyi fontos információt komolyan veszi, elemzi, értékeli, figyelemmel kíséri nemzetközi partnereivel is szoros egyeztetésben. Három Békés megyei középiskola, köztük a békéscsabai Andrássy Gyula gimnázium és kollégium pedagógusai, valamint nagykorú diákjai csatlakoztak a Tanítanék mozgalom szerda reggelre meghirdetett demonstrációjához. Az oktatási államtitkár elítélte az akciót. Csendesen beszélgetve vonultak ki az iskola elé 8 óra után pár perccel az Andrássy Gyula gimnázium és kollégium Tanítanék mozgalomhoz csatlakozó pedagógusai. A 18 éven felüli diákok is szép számmal jelentek meg az iskola előtt. Az, amint egy 300 tanuló, aki nem vett részt a flashmobban, és elmaradt az órája tiltakozás miatt, az intézmény ebédlőjében gyűlt össze. Ami minket abszolút érint, az a elsősorban az érettségivel kapcsolatos szabályok, a szabad tankönyvválasztás, illetve egyre jobban érezzük a tanulóknak a leterheltségét, szeretnénk, hogyha kevesebb órájuk lenne. A mozgalmat támogatták a pártok is. Az Andrássy Gyula gimnázium előtt több politikus és civil is megjelent. Szolidaritásuk jeléül fehér szalagokat kötöttek az iskola kerítésére. Egyfajta támogató akció ez igazából, de úgy gondolom, hogy nem a mi feladatunk és nem a mi dolgunk eldönteni azt, hogy hogyan és mit kellene változtatni ezen az oktatási rendszeren. Nekünk csak annyi a kötelességünk, hogy támogassuk ebben azokat, akik a mindennapjaikat ebben élik. A Tanítanék mozgalom által hirdetett akcióval kapcsolatban Palkovics László, felsőoktatásért felelős államtitkár kijelentette. Az ilyen típusú akciókat nem tartja helyesnek. Ennek ellenére azoknak a tanároknak, akik részt vettek abban, munkajogi következményekkel nem kell számolniuk. Az elmaradt órákat viszont pótolni kell majd. Ebben a hónapban nagy léptékű vidékfejlesztési program indult el. A Széchenyi 2020 keretében állattartók pályázhatnak. Baromfi, sertés és szarvasmarhatartók vehetnek részt a projektben. 820 szarvasmarha található a telepünkön, a mellettünk lévő csoportban 72 található. Ha minden rendben van, akkor 35 liter tejet adnak naponta. Ennél a szarvasmarha tenyésztő telepnél folyamatosan zajlanak a fejlesztések. Pályázatokból sikerült megvalósítani például nemrégiben az új épület szigetelését, vagy éppen a nagyértékű géppark beszerzését. A
A mezőkovácsházi tejgyártással foglalkozó cég közel 200 millió forintos fejlesztést tervez a vidékfejlesztési program keretében. Ellető felújítás, itt új részt is építenénk, akkor a kerítésünket is fel kellene újítani, gépeket vásárolni, itt etetőkocsit főleg, mert azért elhasználódott, napelemeket szeretnénk telepíteni a telepen, hogy energiába jobbak legyünk, meg a szocépületet energetikailag felújítani. A trágyatároló megépítése szintén tetemes összeget tesz ki, amit csak önerőből megvalósítani hatalmas terhet jelentene. Itt állunk az 1500 négyzetméteres trágyatárolónk mellett, amelyet kinőttünk már. Ez mellé szeretnénk egy 2200 négyzetméteres a új pályázatokból létesíteni, amely 50 millió forintba fog nekünk kerülni. A szarvasmarha tartók a Széchenyi 2020 keretében a legújabb forrásból kollektív pályázat esetén akár 1 milliárd forintot is leívhatnak. Egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint a visszanemtérítendő támogatás összege. Május 2-ától egészen 2018 májusáig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket. Magyarországon közel 22 ezer gyermek nem a vér szerinti szüleivel él. Ők vagy nevelő otthonokban, vagy nevelőszülőknél élik mindennapjaikat. A szakemberek szerint jelenleg 2000 nevelőszülőre lenne szükség ahhoz, hogy minden ilyen sorsú gyermek családban nőhessen fel. Egy 2014 óta hatályos törvény szerint 2017-ig valamennyi 12 éven aluli gyermeknek nevelőszülőknél kell elhelyezni, azokat is, akik most intézetben nevelkednek. Ezért az SOS Gyermekfalvakon nevelőszülők toborzása érdekében országos kampányt indított. Pintér Istvánné két éve dolgozik az SOS Gyermekfalunál. Egy éve nevelőszülő, most négy fiú gyermeket nevel. Fontosnak érezte, hogy miután gyermekei felnőttek, biztonságos otthon nyújtson a rászoruló kicsiknek. Mikor azt látja az ember, hogy csak pici dolgokba haladunk előre a nevelésbe, az is egy csodálatos, nagyszerű érzés. És nagyon boldoggá tud tenni akkor, mikor a gyerek valóban azt mondja, hogy köszönöm, mert a néni, ez most nagyon jól esett. Vagy mikor az első születésnapi tortáját megkapja életében először, az megint egy csodálatos élmény. Tehát azt el nem felejtem biztos, ahogy a nyakamba ugrott, és boldogan mondta azt, hogy nekem még soha nem volt születésnapi tortám. Suk Anikó 3 éve anya képviselő a Gyermekfaluban, és összesen 7 gyermeknek volt, ahogy ő fogalmaz, az édesanyja. Nem lehet őket nem szeretni, és attól, mert valamilyen oknál fogva nem tudnak a vér szerinti családban nevelkedni, ettől megérdemlik azt, hogy ugyanúgy szerető családban és biztonságban nevelkedjenek, mint a társaik. És ezért tartom nagyon fontosnak, nem az, hogy nevelőszülő legyek, anya legyek, és szeressem őket nagyon. Sok gyermek van Magyarországon, akikről vér szerinti szüleik nem gondoskodnak megfelelően. Ezért az SOS Gyermekfalvak a nevelőszülők toborzása érdekében országos kampányt indítottak. A kiválasztott szülőket a későbbiekben a nevelőszülői hálózat szakemberei segítik, akikhez kérdéseikkel bármikor fordulhatnak. A nevelőszülőknek a kiválasztásánál nagyon sok feltétel van, aminek ugye meg kell felelni, és miután ezeken a szűrőkön átesett egy-egy jelentkező, utána egy kötelező képzésen kell részt venni, ahol mindenféle eszköz meg tud kapni ahhoz, hogy megfelelően tudjon működni a mindennapokban, illetve a nevelőszülői hálózatoknak vannak olyan segítő szakemberei, akik megfelelő támogatást tudnak adni. A végső cél mégis az, hogy a családból kiemelt gyermekek visszatérjenek vér szerinti szüleikhez, vagy ha azok lemondanak róluk, örökbe fogadják őket. Beköszöntött a tavasz és a jó idő, így a kertekben is elkezdődtek a munkálatok. Idén a hagyományos őszi gyümölcsfa ültetés helyett az enyhe időjárás lehetővé teszi a március végi és április elejé munkálatokat. Ilyenkor azonban a gazdák szerint több mindenre is oda kell figyelni. Zamatos és nagyon finom, olyan dió nagyságúra nő meg, ez nem lesz ilyen nagy, ez nem piacos barack. Tóth Sándor mutatja a gyümölcsfákat a Kendervágó utcai kertjében. A nyugalmazott katonatiszt 1980-ban vette a telket, amely kitartó munkának köszönhetően évről évre egyre változatosabb lett. 2014-ben és 2015-ben bekerült az ország legszebb konyhakertjei közé.
Itt szinte minden megterem. Az alma, a szilva, a körte és a megyfa is kiváló gyümölcsöt hoz nyaranta. Éppen ezért, ha már megérkezett a jó idő, akkor Tóth Sándor is elkezdte a munkát a meccéssel és a permetezéssel. Nagyon fontos, hogy az őszi tavaszi lemosó, különösen ebben az időszakban, amikor nem volt tél, ugye, és a kártevők azok nagyon-nagyon szeretnek ilyenkor a ágokba meghúzódni, és megpermeteztem olajos részkénnel, nagyon fontos, nagyon tudom ajánlani mindenkinek ezt, úgyhogy folyjon a fán, és akkor ez nagyon-nagyon nem pusztítja el a kártevőket, csak gyéríti. Az idén a hagyományos őszi gyümölcsfa ültetés helyett az enyhe tavaszi időjárás lehetővé teszi a március végi, illetve április eleji munkálatokat. A Szarvasi úti faiskola vezetője kiemelte, ebben az időszakban van néhány dolog, amit feltétlenül szem előtt kell tartani. Dézsi László szerint nagyon fontos, hogy az ültetés előtt meg is kell metszeni a szabad gyökeres növényeket. Ha visszametszük, akkor egy friss sebet képezünk, ami egyenes vágás volt, és sokkal könnyebben meggyökeresedik. Mindenféleképpen ki kell karózni a növényeket, mert hogyha kilombosodik, a szél mozgatja, és el tudja szakítani a hajszálgyökereket. A vállalkozás vezető hozzátette, oda kell figyelni a trágyázásra is, ugyanis ha nem érett komposztált trágyával dolgozunk, akkor az megégeteti a növények gyökerét. Már többször hírt adtunk arról, hogy új műalkotás épül Békés Csaba főterén. Szent István király bronz szobrát Szűz Máriával kiegészülve 2018. augusztus 20-án leplezik le. Többen úgy vélik, Békés Csaba kap még egy oltalmazót. A Szent István szobor gondolata dr. Kerekes Attila fejében fogalmazódott meg. Az önkormányzati képviselő elmondta, örült, hogy a képviselők egyöntetűen a kezdeményezés mellé álltak. Akik hisznek benne, hogy Békés Csaba még kap egy oltalmazót, nem csak a ország vezetésébe, a helyi emberek tudásába, szorgalmába, hanem még egy ilyen kozmikus segítséget is kapunk, hogy még 1000 évig álljon Békés Csaba és egyre szebb legyen. A szobrászok szerte az országból 27 pályamunkát küldtek el a pályázatra. A szakavatott zsűri a legjobbat választotta ezek közül. Van, aki szerint a hit és a nemzet összekapcsolódását jelképezi a szobor. És méltatlan bár, de utódaiként elgondolhatjuk, hogy mi mit teszünk ezért a hazáért, ezért a városért. Remélem, sokan teszünk minél többet, minél jobban. Ez fogja sugallni ez a szobor is. Szent István király országalmával a kezében ajánlja fel Szűz Máriának a Magyarországot. Ezt a jelenetet ábrázolja majd a bronz és gránit alkotás, ami a szobrász szerint nem fog hasonlítani a tükörfényes gránit művekhez. A sajátossága a gránitnak is inkább az a fajta lepusztulás, ami több ezer év alatt a természet elvégez. De ettől a formája olyan, ami ennek az ember megtervezi, a derékszög, csak éppen sokkal bársonyosabb, sejmesebb a felülete, és nem egy rideg gránit bronz kompozíció jön így létre. A szobrot 2018. augusztus 20-án a nagy közönség is láthatja majd, egy ünnepi avató ceremóniával egybekötve. Békés Csaba megújult főtere szinte mondhatjuk, hogy azonnal a város szíve lett, most pedig nem sokára még egy csodálatosan szép Szent István szoborral is ki fog egészülni, hogy milyennek a különlegessége, talán az egész Kárpát-medencében nem található olyan Szent István szobor, ahol a király Szűz Máriával együtt látható majd a talapzaton. Az idei évad utolsó bemutatójára készül a Békés Csabai Jókai Színház társulata. A Lila Akac című szerelmes históriát Katkó Ferenc rendezésében mutatják be. A színpadi mű Szép Ernő azonos című regényéből készült. A fanyar humorú darab egy letűnt kor emlékét idézi meg, amikor még divat volt a ligetben ismerkedni, és amikor a férfiak esténként a kaszinóba jártak mulatni. Katkó Ferenc a 20. századi világot viszi színpadra, amelyet swinges hangulattal és zenével hoznak majd el a közönségnek. A szerelmi történetet május 21-én mutatják be a Békés Csabai Jókai Színházban. Ez volt mára a híradó, hamarosan következik aktuális című műsorunk, amelyben arról lesz szó, hogy az SOS Gyermekfalvak Magyarország nevelőszülőket keres. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!